A Soltvadkert Kis Körös Petőfi Horgász Egyesület május 16-án újabb haltelepítést hajtott végre, amikor is fogható méretes 2 kg fölötti pikkelyes és tükörpontyok kerültek a vízbe. Ez a második haltelepítésünk már, mivel márciusban tettünk bele 5 tonna 3 nyaras pontyot, de ugye akkor a tagság nagyon ki volt éhezve a halra, úgymond. Nyilvánvalóan a heti fogási mennyiségünk korlátozva van, de ennek ellenére úgy veszük észre, hogy a vízből fogyott a hal. Rendesen fognak még, de viszont ezen a hétvégén horgászverseny, szezonnyitó horgászverseny szeretnénk tartani, illetve fogunk tartani, és szeretnénk azt, hogy a tagság több halat fogjon a versenyen, hogy legyen miről beszámolni igazából. A telepített halat egy régi partnerüknek számító cégtől, a Király és Társai Halászati Kft-től hozták, és a tagság kérésének megfelelően méretes, fogható példányok kerültek most a vízbe. A mostani haltelepítés alkalmával 3 tonna ponty került elhelyezésre a vízbe, mely munkálatokat a tagság közül többen a helyszínen meg is tekintettek. Mi ennél a telepítésnél 2 és 4 kiló közti halakat kértünk, mivel úgy veszük észre, hogy a elmúlt években beletett kicsi növendékpontjók, azok még kicsi halak, és nagyon szépen fogja a horgász társadalom, de nem elégedett igazán vele, mivel ugye elvihető halat szeretne fogni. Ezek meg éppen ott vannak azon a határon, hogy 32, 33, 34, és ugye 35 centitől lehet elvinni a halat. Ezért most nagyobb halakat szerettünk volna, és illetve kértünk is a beszállítónktól. Az idei évben összesen tehát 8000 kilónyi hal került betelepítésre, melyben többfajtájú édesvízi hal megtalálható, többnyire süllő, amúr és ponty. Most idei évben meglepetésünkre elkezdődött, akik harcsáltak, elkezdtek szürke harcsákat is fogni, ilyen 1 méter, 1 méter 20 centis szürke harcsákat fognak a vízből. Nem annyira kedvelt halunk, tudni kell, mivel ugye azért ez a kicsi halakat megeszi. Általában azért a fehér húsú halat eszi meg. A kedvenc hala az a compó, ami sajnos kevés van a vízben, pedig néhány évvel ezelőtt tettünk bele. Valószínűleg ezek a harcsák, amik most ilyen szépek lettek, ezek megették azt a compó állományt, ami volt a vízben. Ungvári Ferenc elmondta, hogy a telepítést megelőzte egy héttel korábban a szokásos tavaszi környezetvédelmi napjuk. Ennek során kitisztították a tópartot, a horgász állásokat, a kiülők elkorhat léceit lecserélték és lefestették azokat.